műsorunk támogatói: Penta általános építőipari Kft. Protech fejlesztő Kft. Kaloterm építészeti és épületgépészeti Zrt. VLG kábelkereskedelmi Kft. Ibl tervezőiroda. Műsorunk média partnere a Sport Plus. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, önök a Foci és Sport című műsort látják. Itt ül mellettem Takács Tibor, adásunk állandó szakértője. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a nézőket, és nem utolsó sorban dr. Springer Miklóst, vendégünket, akiről ez a műsor szólni fog. Mielőtt Miki bátyámat hagynám megszólalni, egy kis meglepetést szeretnék fölolvasni, és akkor a kedves nézők is rájönnek, hogy miért is Miki bácsit választottuk most éppen adásunk vendégeként. Kezemben tartom a Nemzeti Sport február 2-ai csütörtöki számát, ebből kiderül, hogy 2-án csütörtökön van ez a felvétel este. Emlékezetes ünnep volt és rendhagyó. Dr. Springer Miklós, az FTC baráti körének elnöke, a klub legendás alapítójának unokája kedden ünnepelte 89. születésnapját. Barátai, tisztelői meglepetéssel kedveskedtek neki, meghívták az ősi rivális klubok képviselőit is. Itt történt, hogy a Fradi Népligeti Centrumának rendezvénytermében együtt kocintott meg annyi ferencvárosi szimpatizást, mellettük közöttük Borse Gábor, az UTE baráti körének, Stern Pál, az MTK baráti körének elnöke. Dr. Springer Miklós a legendás Rudas Ferenc halála után lett az FTC baráti körének elnöke, mellette a klub elnökségi tagja is. Barátai, tisztelői, munkatársai mindent megtettek, hogy ezen a napon jól érezze magát. Takács Tibor, Prohászka János és Hélisz József a fradisták nevében adták át az ajándékot, s mondtak pohár köszöntőt. Ezt követően az újpesti és az MTK-s székfoglaló következett. Amikor ellenséges rigibusok szólnak a lelátón, a mezőn, a külvárosokban, ki tudja, hol esnek egymásnak a rivális szurkolói csoportok kemény legényei, felemelő érzés, ilyesmiről írni. Örömmel fogadtam el a meghívást, mondta Borse Gábor. Ez a délután számunkra azt jelentette, hogy a kölcsönös tisztelet jegyében kell élnünk együtt. A Fradi, az Újpest és az MTK történelme is csodálatos, és mi, akik ott ülünk egy asztalnál, vagy itt ülünk egy asztalnál, megbeszéltük, hogy ápolnunk kell a közös múltat, és lehetőség szerint minél többször összejönni. Szeretnénk bevonni hasonló eseményekbe még több klub szurkolói képviselőjét, a Honvédait, a Vasacsét, hogy tágítsuk ezt a kört, és hogy mindenki a magáinak érezze a híres dalszöveget, szeressük egymás gyerekek. Dr. Springer Miklós 89. születésnapi megemlékezésén ott volt a klub korábbi labdarúgója, elődje Friedmanszky Zoltán, a baráti kör elnökségének tagja. A Fradi család nagy, és vannak napok, amikor nagyon összetartó. Hát Isten éltesse, kedves Miklós bátyám. Igen, és akkor hagyjuk Nemzeti Sport ezenneli számát. Köszönöm szépen. Mert ez friss nyomat, és a hatos csatornának a borocskáját. Isten éltesse sokáig. Igazán. Ez a hatos csatorna. Ez a hatos csatornásból. Tegnap kaptam az Újpesttől is egy bort. Na tessék. És az is rá volt írva, új, Pest, bora. Na tessék, akkor gyűlik a gyűjtemény szépen. MTK-tól meg egy ilyen üveg lapon, gyönyörű szép díszre ráírva nevem minden, és hogy születésnapokon van. Komolyan mondom, nagyon, nagyon meghatottam. Egyébként ez az, hogy eljöttek az újpesti és az MTK klubvezetők, baráti kluboknak a vezetői, ez tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy jelképes, nagyon-nagyon jó dolog volt. Én édesapámtól örököltem ezt. Ő volt az, aki a Schlosser ügyből kifolyólag elmérgesedett viszonyt rendbe hozta, és az ő elnöksége alatt és haláláig az Asner Lipóttal és a Brüller-Frieddal egy gentleman agreementet kötött, és mondhatném, hogy végig betartották, és tiszteletre. Sőt, még azt is mondom, hogy én, mint gyerek, a Frédi bácsi, a Bülfelfi, volt nálunk vendégségben, és mi is voltunk őhozzá meghívva. Tehát tartottuk a kapcsolatot, és nem csak papíron volt.
Egyébként ez azért is jó, mert ugye olyan világban élünk most, amikor a gyűlöletkeltés, a gyűlöletszítás mindenféle fajtája megjelenik minden területen. És az emberek nagyon sokszor, ugye, tehát régen is így volt, hogy a meccseken tombolták ki magukat, és az indulatok ott elszabadulhattak, ott lehetett anyázni, ott lehetett elküldeni a másikat melegebb éghajlatra, de utána valahogy rendeződtek a viszonyok, és azt ugyan nem tudom, hogy az ultrák körében, akár a Ferencvárosnál, akár az Újpestnél, MTK-nál van-e valamilyen megbékélés, de hogy azokban a kicsit érettebb szurkolókban, akik a szurkolói klubokért felelősséget vállalnak, egészen biztos, hogy megvan ez az enyhülés. Nem csak a Fradinak vannak ultrái, a többi csapatnak igen. is ugyanúgy megvan, csak kisebb lépszámban. Ugye relatíve kevesebben vannak. De sajnos nagyon nehéz megakadályozni azt, hogy olyan emberek is oda kerüljenek, akik azért jönnek, hogy balhé legyen. A balhé kedvéért jönnek. Mert vannak ilyenek is sajnos. Ez ott tombolják ki magukat minden, és ez a többinek a hangulatát és a jó kedvét veszik el ebből. Mert olyan viszonyt, olyan légkört teremtenek, ami nem szükséges, ami nem kell, és ami nem tartozik oda a sporteseményhez. Az ellenfelet, a bírót is lehet szídni mindent, de mértékkel és meghatározott módon, és nem ordinári módon, és főleg nem tetlegességgel, és rongálással, és olyanon. Én nekem a legnagyobb leckém életemben a Ferencváros-Debrecen meccs volt, ahol az a botrány volt, mert a Fradi ugye nem tudott győzni, és nem lett a bajnok, hanem csak a második helyre került, és a szerencsétlen tökör itt a saját játékosunkkal, az a mellemen sírta ki magát, mert megkergették, és a szerencsétlen debreceni edzőt azt is megkergették, és leszaggatták a hálót, és leszaggatták. Hát ilyenre nincs szükség, erre nincs szükség. Pláne nem egy ilyen gyönyörű új stadionba, mint amit most mi kaptunk. Mert ez egy ékszerdoboz. Ide rongálni nem szabad. Itt csak szeretni, babusgatni, és önfelettel örülni szabad benne. És szurkolni természetesen a saját csapatnak. Hát a szurkolni. És éltetni ugye a Ferencvárost, és ki milyen szurkoló természetesen tiszteletbe tartva, de azt tudni kell, hogy a humor belefér. Tehát egymásnak az rikálása, a cukkolása, az belefér. Az minden belefér. De nem a gyűlöleté, hanem humorosan mindent meg szabad tenni. De nincs szükség se petárdára, sem egyéb tűzijátékra, azért, hogy jó kedv legyen. Egyébként volt olyan meccs egyáltalán, akár az új, most mondjuk az új stadionban, amelyen nem voltál ott? Nem emlékszem rá, milyen lett volna. Én nem sokan voltam, de az biztos, hogy mindig találkozunk. Ja, bocsánatot kérek, azt hiszem voltam, amikor kórházban voltam. Na, azt aláírjuk. Az igazolatlan hiányzás. Egyébként soha. Nem. Én azt igyekeztem mindig úgy irányítani, hogy az a nap, amikor meccsnap van, az tabu. Arra nincs más program. Ez egy nagyon szép és elvárható dolog dr. Spinger Miklóstól. Igen. A szurkolásnál, bocsánat, visszatérve, tehát az ellenfél játékosainak a becsmérlése. Ott is volt, hogy valakit mondjuk a szájára kapott a szurkolósereg, és akkor különböző jelzőkkel, rigbusokkal látták el. De régebben azért, legalábbis a 60-as években tapasztaltak alapján, mondjuk egy nagyon nagy sértés volt, amikor Fenyvesi Máté ledoktorált és állatorvos lett, hogy akkor az ellenfél játékosát úgy szitták, hogy gyere Tüske, gyógyítsd meg! Mivel állatorvos lett. Hát most ez belefér még. Hát igen, ebbe legalább volt humor. Én szerintem még az is belefér, és bele is kell fordítani, és én magam is csinálom. A bírót néha el lehet küldeni melegebb éghajlatot. Emlékszem. Sajnos, én nem vagyok a magyar bírói karral megelégedve. A földet rá és egyéb, emlékszem gyerekkoromból, igen. Az én keresztül, de némelyik bíró főszereplő akar lenni a meccsen. És ezt nem lehet megsúlykolni egy bírónak, olyannak lenni, hogy szinte ne is vegyék észre. Úgy menjen a meccs, hogy ne a bíró legyen a főszereplő. Ezt nálunk nagyon kevés bíró bírja elviselni. Egyébként ez tényleg így van. Hozzá kell tennem, hogy a meccseknek a hangulata az attól függetlenül, hogy most ugye az ultrák ki vannak tiltva még mindig a
Fradi pályáról, eléggé lelkes és jó. Hozzá kell tennem azt is, hogy nekem hiányzik az a fajta lelkesedés, amit azok az ultrák produkáltak, ami megvolt a régi Albert stadionban. Tehát az is biztos, hogy egy picit konszolidáltabb a közönség, tehát nem a vandalizmus hiányzik, hanem az a teli erőből való tombolás. Nagyon igen. Nehéz megértetni velük azt, amit én nem egyszer már súlykoltam minden nyilatkozatomban, hogy ez nem ellenük van, ez a szkanner. Nem igen, ellenük igen. van. Ez a védelmére van a stadionnak. Ahol nincs kerítése. Tehát sokkal könnyebben lehetne rongálni, kárt okozni, mint a régi stadionban, ahol volt egy kerítés, ami sajnos nem állt ellen mindig. De ők nem akarnak jönni, hiába. Igen. És nem az, én igazán próbálok közvetíteni köztük és a vezetőség között, próbálok videni, de sajnos nem lehet egyre megkockáztatni azt, hogy azok az ultrák, akik nem jöttek már meccsre, de meccsen kívül hallhatóan petárdát és balhét csinálnak a stadion hátsó felére. Hát ezek nem tudom miért kell ezt csinálni. Egyébként hozzá kell tennem, ugye első ízben, amikor én is meghallottam ezt a vénaszkennert, akkor nekem se tetszett. De szerintem senkinek nem tetszett. De tulajdonképpen nincsen vele problémám, mert aki nem balhét akar, hanem szórakozni akar, az aláveti magát. És lehet, hogy nem jó a hasonlat, hogy most én ezt összemosom egy picit a menekült hullámmal, de szerintem abban a pillanatban a menekültekhez is mindenki máshogy állna, hogyha vállalnák az új lenyomatú a vénaszkenner, tudnánk, hogy ki kicsoda, és akkor nem lenne olyan probléma, mert követhetőek lennének, és a jó szándékú embereket mindenki szívesen látná. Egy egészen biztos. A vezetőségnek esze ágába sincs, és nem is fog semmit visszaélni avval, ami adatok birtokába jutott a szkenner által. Soha nincs Lajstrom, és soha nincs lista. Itt arról van szó, hogy aki balhét csinál, vállalja érte a felelősséget. Ez így van. Igen. Mert megérdemli, hogy felelősségre vonják. És ez védelme a csodálatos létesítőjének. Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy minden 5-10 évben új stadion, vagy óriási pénzeket elköltsük a stadion regenerálására. És reparálására. Pedig hát egy stadion elég nagy atrocitásnak, és... Igen, atrocitásnak van kitéve minden alkalommal. Ez nem a szurkolók igen. és emberek ellen van, hanem cselekedetek megfékezése igen. érdekében, és annak ellenére, hogy nekünk, gondolom, hogy neked se kellett még soha vénaszkennerrel bemenni, tehát nekünk megadatik, hogy anélkül mehessünk, hát mert hogy megismernek benneteket. De mégis megcsináltattuk. Még a Miki elnök, hogy hívják a... Kovács Miki elnöksége alatt egyszer megbeszéltük, hogy egy MTK meccsen bemegyünk a kemény maghoz. Akkor kellett különböző torturákon átesni, ja, szó nélkül tudtuk, nem mondtuk, hogy kik vagyunk. Aha. Bejöttünk. De én az első 10-ben megcsináltattam, én azt kellett, demonstratíve. Demonstratíve. Attól függetlenül, hogy nem kellett használni, de ez nem direkt a szurkolók távoltartására találták ki ezt. Így van. És ezt kell megérteni. Hogyha visszagondolsz a gyerekkorodra, ugye egészen pici korodtól kezdve ugye ott voltál, megint csak mindig azt mondták mondani a meccsekre. Soha nem féltettek a szüleid? Soha nem féltettek a szüleid? Apám vitt a kézenfogó. Levitt az öltözőbe, és minden az égre. Ő mindenhova vitt magával, nem engedett el két lépésre se tőle. Én ott voltam a nagyok között, a nagy Sárosi és Tordi csapat között. Isten, mit ilyen kis kaszra. Nekem bálványok voltak. Mikor tudatosult benned az, hogy ezek az emberek kicsodák? Mert 5 évesen valószínűleg nem. 8-10 éves koromban tudtam azt igazán mondani, hogy már becenevüket minden. Szóval annyira érdekelt a dolog, hogy ez... De tulajdonképpen nálunk ott folyt a klubélet apámnál. Akkor még nem volt klubiroda. A játékosok zöme, a szerződések, a különböző Sárosi Bélák, akkor megszereztük meg. A Sárosi papa alkudozott, ugye, az öreg Szabó. És ez végig, hogy nem, én nekem beszabadott menni a nagy az apámhoz. Senki tehát akkor más nem lehetett. Tanulja voltál az akkori játékos igazolásoknak. Tanulja voltam annak is, hogy a Sebes hogy volt ott. Mikor át akart jönni, és ezzel a gentleman agreement-tel, hogy utasította el
apám, illetve a Brühl Alfréd. És én ma is azt mondom, hogy a Sebes Gusztáv gyűlölete a Fradi ellen az ebben fogalmazódott meg. Hát egyébként a Sebes Gusztávnak ugye a gyűlölete nagyon sok kárt okozott a Ferencvárosnak, hiszen őt leszármaztatható az, is hogy... mondom, hogy ott a rendszer, amivel kitalálták a dolgot, nem a Sebes találta ki, hanem a Bukovi Marci, a hátra volt középcsere. MTK-ban a Hideg Kuti Nándival játszott először. Másik pedig ott volt a Mándi, aki tulajdonképpen a csapatnak a tudását, az közvetlen edzését, ő biztosította. A Sebes Guszti egy politikus alkat volt. Ezzel minden jót is elmondtam róla, meg minden rosszat is. Egy budafoki sváb gyerek volt, aki tulajdonképpen azért akart átjönni, nem azért, mert a Fradizra, nem azért, mert a Fradinak tízszer annyian biztatták, és népszerű lett, mint a Hungária, az akkori Hungária volt, ugye már MTK akkor Hungáriaként szerepelt. Ez volt az ő inspirációja. Hányos ezt nem sikerült, és ő ezt nem felejtette el soha. Hányan sértődtek meg a Ferencvárosra amiatt, és lettek bosszúállóak, hogy nem lehettek fradisták? Volt-e rajta kívül még, aki ilyen markáns ellenségé vált? Hát Kutas volt, aztán, bocsánatot kérek, az előző MLS, hogy kizárták a Fradit, ezek is ilyen, ezek voltak ott különösen a jogászt, szégyellem a Helmecit, hogy annyira teli szájjal szitta a Fradit, hogy megérdemelte ki, és se több mindent az égre, ugye a tévében is interjút adott. Ezek valóban, elfelejtették azt, hogy bocsánatot kérek, de az MLS létét és ötletét a nagyapám találta ki. Ő volt, aki javasolta, hogy alakítsanak egy MLS-t. Őt fel is kérték az első elnöknek, ő azonban azt mondta, nem én az Egyesületet viszem, és ajánlott maga helyett, ha jól emlékszem, a Kárpátit, de nem tudom, ki talált maga, azt meg is választották. De az MLS később belekeveredett egy, hogy mondjam, akkor egy kicsit a Schlosser ügyből kifolyólag egy kicsit Hungária párti volt, és az összetétele minden, és ebből kifolyólag ez volt az első MLS és Fradi közötti elsőre. Nagy konfliktus, ez olyan nagy konfliktus volt, hogy darabig a Fradi ki se akart állni az MTK ellen, és a Hungária ellen. Úgyhogy eltiltották a Fradit, meg ilyen dolgok voltak. És apám mekkor vette, ugye kezdődő, akkor még álprofi idő volt. Ugye a Schlosser ügy abból kattant ki, hogy még a hivatalos professzionalizmus bevezetése előtt a Schlosser pénzzel átcsalták. Hát mindenki tudta, hogy... Profi szerződés kötött le, igen. Ezt ugye nem bírta el a Fradi Bicsa, és szólalt ez. És aztán később, mikor a Fradiba, ez apám kezdetétől, ő volt főtitkár először, meg az úgynevezett FC, mert külön volt Ferencváros FC, futballklub, a professzionista klub része, és volt amatőr futballcsapat is. És a professzionista csapat, mikor megalakult, akkor tulajdonképpen már ez egy, hogy mondjam, természetes dolog volt, hogy valaki pénzért megy ide-oda-amoda, lassan, de ezt megszokták, de apám eznek biztosította a légkörét, és volt is megfelelő azon, mert az Újpestnél is ott a tulajdonos mellett ott volt egy Langfelder, ott volt egy Kisfalvi, ezek mind olyan szürke eminenciások voltak, de olyan sportrajongók, akiknek a magyar labdarúgás csak hálát adhat. Én, mint fradista, ismerem őket, és tiszteled őket. Nekem a Szusza Feri a Rudason keresztül jó barátom volt. A Hideg Kuti Nándit sajnos elmulasztottuk, mert mikor a 44-45-ben azt hiszem az Elektromosban volt a játékosa, és a Fradiba jelentkezett próbajecset. Kobulán volt, nem a Hideg Kuti? 40, én nem tudom pontosan valamikor a háború vége felé, vagy Elektromosban játszott, az biztos. Akkor lehet, hogy ott is, de utána Óbudán. Vitéz Hideg Kuti volt. Ugye, lehet, és a Fradiba jelentkezett próbajátékos, nem kellett a Fradinak. Megzítik, és micsoda főgyeremét csinált vele az MTK, Istenem. Igen. Végig mindig azt sajnáltam. És ott Sándor Csikar, vagy a többiek, én még a Nagymarosi Misával voltam nagyon jóba, a Újpestből. Ezek olyan játékosok, hogy nem csak, ezek mind játékosok, mind emberek is, és a hokisták között is, a Bándodó meg ezek, akik több klubban voltak, és az Ádám Pocska, aki az Újpestben teniszezett és a Fradiban hokizott,
ezek mind rém rendes sportemberek voltak. És összejártunk. És volt, hogy mondjam, olyan helyünk, nem tudom, Pócában, meg a stb. Egy eszpresszok, meg egy barátilag összejöttünk időnként. És ez egy csodálatos klub élet volt. És ezt apámtól örököltem. Én szóval ő egy megszállott ember volt. Nagyapádat nem ismerted személyesen, hiszen előbb hunyt el, mint ahogy megszülettél. Igen, de hogyha így a családi hagyományokat vagy a legendákat összerakott, melyikük volt az erőteljesebb egyéniség? A nagypapa vagy édesapád? Hát én jobban ismertem apámat, de apám nagyon szigorú ember volt. A nagyapám egy nagyon nagy tudós ember volt. Ő nagyon jó koponyája volt. De apám is ugye 2 évet az egyetemből Angliába végzett, ezért egy angol kötődése volt. De a nagyapámnak, mint kossuthpárti képviselőnek, angol kötődése volt. Akkor a politikai áramlatok oda hatottak. És Anglia volt a futball tulajdonképpen szülőanyja, vagy legalábbis fejlesztője. Tehát innen eredt az angol szeretet, vagy akkoriban ugye angol imádat, amiben a futball létezése Magyarországon elterjedt. És hát ez volt az, ami inspirálta az akkori polgári kört, mert ez egy polgári kör volt a Ferencvárosban. Ez egy polgári kör, aminek az apám volt, a nagyapám volt a vezetője. És mint olyan természetesen, amikor megalkották a klubot, nem egyedül ő alkotta meg egy társaság, őt választották meg vezérnek, mert ő volt az a kívül. És nem csak elnök volt, 20 éven keresztül, minden évben akkor választottak elnököt, őt minden évben megválasztották haláláig. És nem csak, hogy ezt, hanem épített a soroksári pályát. Hát szerzett ezt, azt, amazt. És akkor később mecénás szerzett, ugye a Ksin, a halála után vett a Ksin likőrgyár. Micsoda mecénások voltak, és polgárság éltette a Fradit. Hát akkor nem volt állami támogatás. Igen. Akkor hát a mecenatúrából a polgárság lehet, adta igen. össze, az akkori képzőközönség adta össze azt, hogy hetente a Sárosi Gyurinak 69 pengőt adjuk hetente, és plusz rápész, mert én még azt is tudtam, ugye, hogy ki mennyit kap, mert 49-től 69-ig voltak, mindig 9-es végződéssel a különböző kategóriában, aki most kezdte a futballt, meg aki már sokszoros válogatott volt. Úgyhogy mi nem örültünk annak például, hogy válogatott lett valaki olyan, mert annak emelni kellett a fizetését. Mert ez volt a feltételekben. De hát szóval én azért tudok annyi mindenről, mert apám engem, hogy mondjam, nem tudom miért, de főleg engem a gyerekek közül, már 3 voltunk testvérek, de mindenbe beleavatott. Egy jó alany talált bennem. A többiek de... miért? Ja, bocsánat. Csak visszatérve arra mondtad, hogy tulajdonképpen az angol irányvonalat követve, hiszen a labdarúgást most úgy hívjuk, hogy labdarúgás. Mondjuk, hogy futball is, de angol szó. Mikor szoktál át a magyar kifejezésekre? Mert régen, még amikor én is gyerekkoromban elkezdtem menni, volt offside, volt corner, de megmondom volt őszintén, a gól maga az azt jelenti, hogy kapu. Megmondom őszintén, rám hatott a vitrailag az a magyarosítása. Nem tudom, nem tudom. Hát én akkor mindig csak kornert mondtam, és tacsot mondtam. Ugye? Én soha nem mondtam azt, hogy sarokrugás, soha nem, hogy pardobás. És aztán mégis átnevelődtem. Ez tulajdonképpen a vitai Tominak volt az, ha jól emlékszem. Sőt, nem engedte, hogy azt mondják, hogy 0-0, hanem ott volt a Szepesi valami. 0-0 volt. Önálló 0-0 volt, igen. 0-0 és nem 0-0 volt. Igen. Úgyhogy ezek akkori, hát mi volt, tévé nem volt még, rádión hallgattuk, ugye, Pluhár Pista bácsit, mikor a magyar-olasz döntő volt, ugye, Párizsban, amit elvesztettünk sajnos, az is szövetségi kapitányi hibából kifolyólag legalábbis részben. És hát Pluhár Pista bácsi, ez egy szepesi elődje volt, de egy csodálatos speaker volt. A szepesi is szólt. Hogyha nem Pluhár iskolán nevelkedett volna föl. Igen, akkor milyen lett volna? Azt mondta, hogy ő maga mondta, hogy akkor tulajdonképpen nem lett volna ilyen fantasztikus riporter. Szepesi maga tudott, saját példában mondom, magyar-angol 7-1. Kim voltunk, hazamentem, és késve
közvetítették a meccset. Részem, mondom, ez ugyanaz a meccs, mint amit láttam. Hát a Gyuri olyan izgalmakat csinált belőle, és közben az a, olyan volt, hogy játszottunk az angolokkal. Ezt még soha nem hallottam itt senkitől, de ez nagyon jó. Egyébként, nem, lefestette a meccset. Igen. Igen, ez milyen jó kifejezés. Ez nem véletlen, 89 éve alatt azért sok minden ragadt tére. És hát megmondom őszintén, hogy a családomban a férfi tagok nagyon korán meghaltak. A bátyám volt az első, a 80 éves, az összes többi az, még a másik, a Sályi Pista bácsi, az egy kis Springerről magyarosított a Műszaki Egyetem, az még elérte a 70-et, de nagyapám 55 volt, apám 46, annak a nagyapám testvérei, egyik 37, a másik 38 volt. Úristen. Szóval a férfi tagok azok úgy elpusztak. A nők azok tovább éltek, azok mind sokan megélték. Nővérem még ma is él, 94 éves. Isten éltesse. Angliában él. Ja, Anglia. Na, akkor még az angol vonal most is megvan. Angol vonal, hát ugye gyerekei és az unokái is, hát jellemző, hogy az egyik Ausztráliában él, ott alapított család, a másik Spanyolországban. A fia az ott van, az is itt, minden évben hazajött Agárdi nyaralóban, ő meg a férjével minden hazajöttek egy időben, amíg bírták, és onnan vitte magával a feleséget. Úgyhogy majd a nővéremnek a menye, az is magyar kislány. És kint élnek Angliában. Hát ilyen mostanában ez a világ most már, hogy most nincsenek határok, hála Istennek legalább. De a fiúk most is, tavaly májusban is itthon voltak. Nővérem meg minden évben itthon volt, amíg bírta. Körülbelül akkor mindig volt egy kis bogárja, Volkswagen bogár, és jobb kormányos, ugye fordítva van ugye Angliában a barahagy, és avval jött haza minden évben. Végig jött Angliából. Egy picit eltérünk az angol vonaltól, mert arra vagyok kíváncsi, hogy te magával, a Springer családdal mikor találkoztál először? Hát tulajdonképpen én, amikor először kint voltam a Fradi meccsen, bocsánat, Kinizsi meccsen, az a bizonyos... Ez a Sebes Gusztávnak az áldásos következtében. Amikor gyakorlatilag azt kértem karácsonyra édesapámtól, kezd, hogy mit hozzon a Jézuska, és akkor mondtam, hogy hát szeretnék egy olyan mérkőzésre elmenni, ahol gyakorlatilag azok a játékosok játszanak, akiket Szepesi György a Londonban lévő mérkőzésen közvetített. És hát akkor hát mi lehetett egy Honvéd-Kinizsi meccs? Az volt a következő, Mikuláskor pontosan, 1953. december 6-án, mikulási ajándékként kaptam meg karácsony helyett, és ott már édesapám mesélt tulajdonképpen a Springer család. Tehát én már ott magamba szívtam mindent, amit ő tőle hallottam. Aztán ugye, tehát Miklós, én nem évtizedek óta tartjuk a barátságot és a kapcsolatot, és hát egyre többet olvastam, arról nem is beszélve, hogy már többekkel mentem, és látták, hogy a Springer szobor, igen, és tulajdonképpen ugye sokakban úgy képződött le, hogy gyakorlatilag ez Springer Ferenc alakját ábrázolja, és közben, először én is azt hittem, mondták, hogy a Springer szobor, de az ő emlékére gyakorlatilag egy atléta szobrot állítottak föl, és ez az, ami jelképezi az alapító. Jól mondom? Őnek igen, önnek a domborművő az a talapzaton van rajta. A domborművő a talapzaton van rajta, a tábla, de maga az alak, ez az ő egy tiszteletére sportoló alak. Ha már itt tartunk, akkor akár a nagypapa, akár a édesapád, akár te, hogy álltatok a sporttal? Mert hát lehet rajongani a sportért, a lelátóról, tenni az egyesületért. Édesapám, mondtam, hogy 2 évet Angliában járt egyetemre. Tagja volt az angol regattának, evezős. Itthon is az evezős szakosztályt nagyon patronáltó, nagyon szerette ezt. Óriási vitorlás volt. Velencei Tónak ő alapította a vitorlás részlegét, meg a bátyám később vette át ezt a szeretetet. Nagyapám nem sportolt. Legjobb tudomásunk szerint semmiféle sportot nem űzött. Még csak teniszezni sem. Nem. Ő egy kicsit amúgy is köpcös ember volt,
nem volt egy sportos alkat. Nem volt egy akkor sportos. Jó, hogy atlétáról mintázták. De valószínűleg ezért minden, kapta meg. Igen, én meg mindenféle sportot kezdtem. Aha. Minden sportban benne voltam. A Bencés gimnáziumban jártam, és szembe vele volt a dohány raktár, és az minden évben föl volt öntve, és ott megtanultunk hokizni. Ott hokiztunk, mert nem műjai rég volt, hanem természetes jég, és ott kaptam hokikorcsolyát, mindent, és aztán később kisok válogatott, kapus lettem a hokiba, csak egy, az a pak, ez egy ronda dolog, és akkor még nem volt a kapusok, a fejvédő, és egy pak az bizony elvitt a félfogamat, letörte, ide kaptam egy slencet. De kézilabdáztam még nagy pályán, tehát nem a kispályás, hanem annak idején még a nagypályán Somferivel beszélgetünk. Hányas volt? Hány méteres volt a nagypálya? Emlékeztek rá? Hát az 60 körül lehetett, nem? Vagy még korábban. Nem tudom. Nem. Hogy hány méteres volt? Hány méteres volt? Aha. A mi a? A nagypálya. A nagypálya. A nagypálya, rendes futballpályán játszottunk. A rendes futballpályán, 100 méteres pályákon játszottunk. Éppen az volt, hogy az amelyik csapat támadott, az mindenki ott volt azon a térfélen, ez meg a másik térfélen, ugye ide-oda van. Ez egy nagyon nehéz sport volt, mert nagyon sokat kellett ide-oda menni. És ugyanez a három... Ugyanilyen, mert nem volt pálya, nem volt kifejezett pálya. Ebből alakult ki később, hogy kisebbíteni a pályát, és kaput is kisebbíteni, mert ezt a Henny Géza mondta nekem annak idején a kapuban, hogy ő megtanulta azt, hogy egy kézilabdát, sokkal erősebb labdát tud kézzel neki, illetve ő védett, sokkal nehezebb kivédeni, mint a futballlabdát. Sokkal erősebb a kézilabda valahogy. Ő ezt mondta Henny Géza nekem, hogy nehezebb a kézilabda kapusoknak. Érdekes. Kőszegyi Feri, aki volt, Vörös Meteornak volt a nagy kapusa, és többször is válogatott, ő volt nagyon jó barátom, és ő kapus volt ebben az évben. Hát én ő hozzájuk mentem el. És aztán fotballozni egyetem alatt, ugye, hát én nekem dolgozni, mert stb. Kellett, úgyhogy csak olyan csapathoz tudtam menni, ahol nem kellett edzeni. És ez volt a BEASZ, egyetemi csapat, a Mező Imre utcai pálya, jó mély, homokos talaj, és ott játszottam MB2-ben. Aha. Ez elég jól ment a fotball, fejjel nagyon jól játszottam, lábbal, abban mély homokban meg minden egy kicsit körülményesen forgottam. Úgyhogy én nem értem el első osztályú szintet soha. Most sokan örülnek a másodosztály. Örülnének most sokan a másodosztálynak. És az, hogy minden szombat volt, mindig szombaton volt a meccs, és csak oda mentem a meccsre, és jöttem haza. Aha. És ugye volt olyan idő, hogy megkérdezték, akkor az volt a profi szemlélet, és adtak, nem tudom, 20-25 fillérbe került egy kiszakasz, vagy nem tudom, egy átszálló jegy, és akkor azt fizették nekünk. Hogy hát a villamos alól a nagy meg. Dolog igen, volt, igen. Ez volt a professzionizmus. De hát mindenki más indítatásból szemléli a dolgokat, a körülötte lévőket. Mesélted nagyapádat, hogy hát ő nem sportolt, de szerette a sportot. Nem, de élt-halt. Élt-halt érte. Apám meg a csapatért élt-halt. Az a Rauhmal, akkori edző, kezéből kivette az irányítást. Ő állította össze a csapatot, belepofázott minden, bocsánat. Igen. És minden évben a jó kapcsolatai révén Máltával elvitte a csapatot. És minden télen a Máltában két vagy három éven keresztül teljes egész évben a máltai Lavaletta klub az viselt mindent, még az ottani szállásköltséget és az úti költséget is. Azért ez hihetetlen kapcsolat. Ez egy nagyon nagy hitőke, aminek következtében ezt meg lehetett oldani. De a játékosok nem... És a játékosok mennyire voltak hálásak? Szóval olyan tekintély volt apámnak, hogy az hihetetlen. Aha. Szóval én láttam, hát sokszor odajöttek hozzám, hát volt, apám olyan dolgokat csinált, ugye, amit meséltem, olyan szigorú ember volt, hogy nagy meccs, egy nagyobb meccs előtti éjszaka, este. Elment 8 órakor szúró próbálta szerelni a játékosok lakására. És 11 órakor visszament.
És bizony volt egy pár, aki lebukott. Aki megvárta, tudta, várta, hogy jöhet az elnök úr, de arra nem gondolt, hogy vissza is mennek. Az másnap nem játszott. Ez így volt a Lázár Gyuszi, a Háda Jóska, és aha, a Csematyi az MTK-ból, a Hungáriából. Katonafegyelem. Együtt vizeltek egy kicsit, iszogattak. Ez olyan ízlés, tulajdonképpen ugye, ha már az angoloknál tartunk. Ugye, a sport szeretete, a pinceborozók, oda szálltak járni. A sport szeretete, az viszont megvolt nagyapádnak. Meg. Churchill viszont azt mondta, hogy csak semmi sport. Ugye? Ő is köpcös ember volt, mondta, hogy semmi sport, szivarozott, viszkizett. Őt azt hiszem, a szivar nélkül nem lehetett elképzelni. Nem. Most bajban lenne, hogyha ebben a mostani világban kellene írni. Itt vannak stációk ebben a kérdésben. De azt hiszem, az angolok annak az embernek mindent köszönhetnek. Egy kétség, azért mondom. Ez... Én szememben a világ legnagyobb politikusa volt. Az biztos. Én megítélésem szerint, hát én az nem értek hozzá. Nem vitás. Churchill meg is mondta, óriási elme volt. Nem csatát akarunk nyerni, hanem háborút. Hát. Én, szóval egyébként a családomon is keresztül. Én németeket is nagyon szerettem, megmondom. Akikkel én életemben nem tudtam érte, az a franciák voltak. Én fogságba kerültem, francia fogságba, hadapród iskolából kivittek. És ott kellemetlen tapasztalataink voltak. Miben és főleg a franciák marokkói. Nézd oda, ott volt egy csomó fiatal gyerek, Leventét is kivittek akkor, rengeteget oda, ugye, németek elő. És ezek a marokkói katonáknak egy csomó homoszexuális volt. És a Levente gyerekek közül csokoládéval csalogatták a dolgokat. Úgyhogy ilyen ronda dolgok voltak, na mindegy. Most... Hát akkor hát a francia hadsereg rengeteg színes bőrűből állt. Ilyen. Hát az afrikai a közkatona, azokat küldték előre, és mögöttük jött a tank. Uh-huh. Ugye abban már franciák ültek. De a többi az... Na, szóval, nem, hát fogság egyébként se egy jó dolog, de én nem szerettem. Hát ez egy másfajta külszolgálat volt. Meg egy személyes élményem is volt, ugye, hogy sétáltam, és apámnak örököltem egy aranykaróráját. Ez egy aranyóra volt, mérték is volt minden az égvilágon, és sétáltunk a barátommal az úton, ott Friedrichshafenban, Németországban, már akkor francia fogságban voltunk, csak hát szabadon mozoghattunk, és koppant valami, és akkor rájöttem, mentem 5 lépést, vagy 6 lépést, és akkor hoppá, elesett az órám leesett. Visszamegyek, és 2 marokkói katona éppen fölvette a földről, és mondtam, hogy az az enyém, adnak, rám fogták a puskát. Ez volt a személyes élményem. Igen. Egy kicsit beszéljünk az egyik ajándékról, a Népstadion könyvről, már csak azért is, mert gyakorlatilag ennek a megjelenését az FTC baráti kör is támogatta, elnökünket. Itt van. Múlt héten mutattuk már, csodálatos tudom, darab, de igen. Most ebből az alkalomból, igen. Volt már alkalmat belenézni? Volt, igen, már megkaptam már este, hogy mondjam, éjfélig böngészgettem. De hát ide-oda nem rendszeresen, hanem ide kaptam, oda kaptam. Egy óriási munka ezt végigolvasni. Hát igen. És ezt részletekbe lehet csak. És ahogy az embernek valamihez kedve vagy ismeret, valamit akar, hogy is volt ez, akkor fellapozza, óriási. Hát igen, mert ugye rendszerbe van szedve évtizedekre, mérkőzésekre, eseményekhez összpontosítva, tényleg hát egy csodálatosan szép munka. Nekem egyébként is a Nagy Béla jóvoltából elég nagy sport, illetve Fradi könyvtáram van, de hála Istennek, hogy mondjam, volt, amikor ki tudtam segíteni még a múzeumot is, mert nálam volt olyan példa, de volt sajnos egy-két példa, amit hiába kerestünk, és nem találtuk meg. Azt hiszem, talán az évben, hogy hívják azt, aki őrzi a ilyen levéltárbat valami nyomára juttattak. Egyébként hát nekünk egy nagyon jó sok szép most múzeumigazgatónk, aki nagyon összetartja a dolgokat, remekül csinálja. Igen. Hát egyébként szerencse. Adok dolgokat, mindig találok valamit, képeket, meg mindent, szóval, és olyan hálásan
Búzom részére adunk. Van-e olyan, bocsánat, lett volna-e olyan relikviád otthon, ami ebbe a könyvbe beleillett volna? Ezt nem gondoltam át, és... Mert most az jutott az eszembe, látod, hogy mondtad, hogy van, amit oda tudok adni a múzeumnak. Tehát amit a Népstadionhoz hozzá lehetett volna tenni a stadionkönyvhez. Nem tudom. Nem tudod. Majd, hogyha végigolvastad, akkor megkérdezed. Nem készültem. Ne félj, egy második kötet majd megjelenik. De azért mondom, hogy amikor majd a bővített kiadás megjelenik belőle. Akkor ami a könyvből kimaradt, igen. Igen, akkor lehet. Én végeredményben, én megmondom őszintén, hogy volt válogatott meccsen, azt múltkor nem is értem, hogy amin elég kellemetlen helyzetbe kerültem, díszpáholyba kaptam, az ében politikusokkal volt tele, és magyar-szovjet meccs volt. Szóval válogatott meccs, és belőlem kijött a Drucker. De mindegy. De legtöbbször ugye mostanában az utolsó 2-3 évben rendszeresen ugyanoda jártam, a Fradi meccsekre mindig kivontam, és mindig kaptam jegyet, és nagyon megszerettem én a Népstadion, szóval tulajdonképpen ott is nagyon helyes büfé volt mindig hátul, ahol igazán azt mondhatom, hogy kényünkre-kedvünkre kiszolgáltak, és otthon éreztem magam a Népstadionban. Jó és hely hát ugye volt. Van a Fradi barátik a tagja is, és jó barátom a Török Lajos, aki a Népstadionnak volt hát gazdasági igazgatója, vagy valamilyen főkönyvelő, nem tudom pontosan mi volt a titulusa, de egy vezető személyisége volt. Hát volt kapcsolatunk a Népstadionnal. És ott voltam a búcsú meccsen is. Azon is ott voltam, és meg is van róla a emlékezés, a kép, meg a hogy hívják is, egy DVD is volt róla csinálva. Igen, hát azt gondolom, hogy mindegyikünknek, aki elment a Bucsa Népstadionhoz rendezvényre, abban egy maradandó élményt hagyott. Én nagyon sajnálom, egyébként jó lesz, hogyha lesz egy új gyönyörű stadionunk, hát reméljük, hogy időre el fog készülni. Én egy kicsit megmondom őszintén, nem értem ezt az új stadion a stadionban elméletet, de valami ilyesmit készítenek és építenek, stadion a stadionban. De ezt érted? Hallottad ezt a kifejezést? Ezt építészetileg, nem tudom. Így meg nem. Na tessék, megint egy újdonsággal találkozunk, így az... Szóval én ezt hallottam, és ezt olvastam is, úgy emlékszem, újságban. Nem tudom elképzelni, hogy ez hogy gond, hogy van. Építenek egy nagyobb zétpát. Szóval kicsit a, mondjuk látvány szempontjában ez a félkörív nem a legjobban sikerült volt esztétikailag. Mert azért az a stadion belett volna fejezve azért az impozánsabb. De így is 100 000 ember volt benne. Igen. Hát, és nem is egy meccsen voltunk, és nem tudom én a magyar-angol volt, hanem kettős rangadó. Milyen jó meccsek voltak. Ha és most ennek az ember... Ja, mondjad. Hát ne mondjad te, mert csak pont erre akartam rámenni. Most is kettős rangadóra készülünk. Kettős rangadó Szokolai László szervezésében, és hát nyilván a és az társasága, Öregvígen. Kettős rangadók emlékére lesz az Elek Gyula arénában 12-én. Lacit majd meghívjuk a következő adásba, amikor elmondja, vagy előtte, vagy utána még, hogy ott fellépnek mindazok, a szereplők, de most már ugye öreg fiúk formájában, akik még annak idején a Népstadionban a kettős rangodón részt vettek, azok a csapatok. Ez lesz február 12-én. Akinek van kedve, természetesen menjen ki. Igen, és majd mert biztos, hogy jó többet is tudunk meg róla. Igen. És ha már itt tartunk, hogy milyen események következnek, most Tapolcán Novák Dezső emléktorna lesz szombaton, amikor gyakorlatilag már azt tudom mondani, hogy hát sajnos a halála után minden évben, már a halála sajnos, de azt, hogy emlékezünk rá, az viszont egy nagyon megtisztelő dolog, Tapolcán együtt lehet a csapat, mindazok, akik a keze alatt játszottak, mindazok, akik vele együtt játszottak, és a keze alatt játszott edzősködése korában. Ez lesz egy szombati esemény, és aztán hát, amit elmondtam, hogy a kettős rangadók, meg még számtalan olyan dolog, ami hagyományőrzéssel kapcsolatos. És amit hát közösen csinálunk, a Baráti Kör, Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület, egy célunk van csak, hogy a hagyományokat őrizzük, Ferencváros múltját
és még a ajándékok sorában elhoztad magaddal, hadd mutassuk be akkor gyakorlatilag a kamera előtt, hogy a születésnapodra a baráti kör összejött baráti társaságától egy ilyen jellegű. Aha. És ez megint mutatom csak az elejét. Összetartás és a hagyományőrzés közös célja érdekében. Köszöntöttük téged, aki mégis ennek a... Mert akkor jön a belseje. Na és akkor az aláírókat. Ki mindenki írt alá? Tehát akkor gondolom a baráti körnek, az Újpest baráti és az MTK baráti kör, igen. És a Ferencváros baráti körének a tagjai. A Ferencváros baráti körének a tagjai, igen. Az a zöld az én voltam. A többi kékkel írt alá. Hát, én megmondom őszintén, amit kedden csináltak, hogy mondjam, semmit nem tudtam róla, teljes meglepetéssel csináltam. Igen, ez szokásos klubnapon mondtam, volt. Mondtam a feleségemnek, most megyek, és ekkor körülbelül hazajövök. Hát ugye 4 órakor kezdünk, általában mindig utolsó kedden. 4 órakor kezdünk, és én mondtam neki, hát körülbelül 7 és 8 között biztos itthon vagyok. Mi lett aztán belőle? 9:30 lett a vége belőle. Belőle, úgyhogy egyáltalán nem kerültem korán, és már a feleségem aggódva éppen hívott, hogy mi van velem, mikor már úton voltunk hazafelé. Mert ugye kicsit elkéstem. Hát de az ünnep, azt mondhatom, az ünnep, hogy nagyon jó érzés. Én nem lehet, hogy hiú vagyok, vagy nem. Nagyon jó érzés az, ahogy az embert, ahogy szeretik. Ahogy tisztelik, ahogy szeretik. Én a Fradiban családként érzem magam. Ez a második családom, és én ezt tűzzelvasra védem. És csak ez nekem nem tehetek róla, de benne van a véremben. Egyébként ez nem is probléma, hogyha az embernek van egy nagyobb családja, sőt, irigylésre méltóak azok, akiknek van olyan baráti köre. Én hála Istennek szerencsés ember társai vagyok, mert a rendes családommal is nagyon jól vagyok. Mennyire sikerült a gyerekekbe, unokákba ezt a fradista vért? A fiam már az FC-nek az elnökségi tagja, az unokám, két fiú unokám minden meccsen ott van, és a lányunokák is néha-néha jönnek. És ők nem fociznak egyébként? Nem. De csak úgy. Tehát fociznak, csak nem. Igen. Meg a fiam az pedig jól jár, van az ezének egy jó csapata, a Spár, ő a Spárnak egy vezetője, és onnan van egy csapat, és azon rendszeresen játszanak valamilyen megyei osztályban, nem tudom pontosan. Hát olyan mondani, ilyen blassz, vagy valami ilyesmi. Igen, valami ilyesmi. És jó, nagyon jó kezeli a labdát. Remek labda, technikája van, minden az égben. Úgyhogy sokszor játszottam vele, ugye gyerekkorában is tangózni, ez a lábbal való tangót, ugye a gárdon, mindig ott, ahol le lehet engedni a hálót, egy kisebb, és akkor amit röplabdával csinálunk, azt csináljuk lábbal. Egyébként ez egy érdekes dolog, ugye, hogy a nagypapa ugye volt az elnök, aztán édesapád, ugye te is az elnökségben benne vagy évek voltam óta. Voltam az elnök is, egy elnök is voltál, és ugye most a baráti körnek. De most tulajdonképpen az is egy érdekes dolog, hogy mert nagyon sok családban van egy hagyomány, de aztán a gyerekek nem biztos, hogy ugyanazt szeretik, mint amit a szüleik vagy a nagyszüleik. Igen. Tehát az egy kivételes dolog, hogy a fiatal... Ezt nem is lehet erőltetni, de a példamutatáson keresztül az ember végelemenni, ahogy én csüntem az apámon, és a mozdulat, minden évekig visszaidéztem, mikor meghalt az apám, én egy hétig jóval nem tudtam elaludni. Nem tudom, éjszaka állandóan följöttem, hogy hol vagy. Annyira apás voltam, rettetesen. Hát nagyon fiatalon halt meg, igen, őrve. De ugyanezt érzem a szeretetet a fiamban. A lányomat sajnos tavaly eltemettem. Ő szerencsétlen egy beteg ember volt, őt a férje készítette ki, legalábbis hozzájárult. A gyerekeit én neveltem, és én nevelem. Hát
azt mondhatom, hogy őtőlük is kapok szeretetet. És az jó leső érzés. Jó leső érzés. Nekünk pedig nagyon jó leső érzés volt, hogy itt voltál velünk, és köszönhettünk a születésnapodon. Igazán köszönöm a meghívást, de nem vagyok olyan nagy ember, hogy ezt megérdemlem. Ah, mi jól érezzük magunkat veled, és ez a lényeg. Reméljük, köszönjük, hogy eljöttél. Isten éltessen, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hát a jó Isten eddig is kivétel képezett velem, mert annak idején gyerekkoromban mindig azt mondtam, 72 évet akarok megélni, mert akkor valami csodálatos új dolog kezdődik a 2000-es év. Most egy csodálatos új dolog kezdődött, a 2017-es év, februárja, úgyhogy teljesen jól vagyunk, ez egy nagyon pozitív időszak kezdete, én ezt érzem, hiszem, vallom, úgyhogy nagyon-nagyon boldog napokat, heteket, éveket kívánok még, természetesen sok remek Fradi meccset. Kedves nézőinknek megfelelném a figyelmét, hogy jövő héten Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke lesz a vendégünk, olimpiai bajnok, és azt következendő hetekben is rengeteg meglepetéssel fogunk készülni, mert lesz Szepesi Györgynek a 95. születésnapja, egyéb események, szóval érdemes velünk tartani. Ne felejtsék el, hogy a YouTube-on fönn vannak az elmúlt adásainknak a linkjei, rákattinthatnak, a Facebook oldalunkat is megtalálják, és mi pedig Tibővel szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm a kedvességedet! Köszönjük szépen! Műsorunk támogatói Penta, általános építőipari Kft. Protech fejlesztő Kft. Kaloterm, építészeti és épületgépészeti Zrt. VLG, kábelkereskedelmi Kft. Ibl tervezőiroda. Műsorunk médiapartnere a Sport Plus.